Ferpauer Attila és Verebes Krnács Erika, a Magyar Összefogás lista jelöltjei találkoztak ma Zentán a Pető kurzus résztvevőivel, akik elmesélték a tanfolyamon szerzett tapasztalataikat. Az a pozitív tapasztalatom van, hogy jobban tudok mozogni, jobban tudok összpontosítani a dolgokra, amit csinálok, és tovább tudok mozogni, tovább tudok lépni minden idáig. A bal kezemmel van probléma, ugye főleg, és az sokat javult, mióta megy ez a kurzus, meg az egyensúlyérzék is sokkal jobb, úgyhogy tényleg csak pozitívat lehet róla mondani. A tervek szerint a Magyar Összefogás a jövőben is indít Petőkurzust, mondta Perpauer Attila. Természetesen, hiszen ez egy kiemelt stratégiai céljaink közé tartozik, hogy ezt a réteget is megszólítsuk és be tudjuk emelni, hiszen minden ember fontos a számunkra. A Magyar Összefogás célul tűzte ki, hogy minden egyes emberre eljutunk, és az elkövetkező időszakban ez egy cél, hogy mindenkit meg tudjunk szólítani, és akinek szüksége van rá, ezeket be tudjuk emelni ebbe a programba. A 8. Petőkurzus szeptember 24-én kezdődik Zentán. Ekkor a szakemberek a felnőtt és a gyerekcsoport mellett nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni fejlesztésekre is.